Ütletem mai napi sikervitaminnal, innen egy csodatos helyről, Kreisbergnél vagyunk, nem tudom, felismerhető ilyen nyári állapotban. Gyakorlatilag ilyenkor eléggé kihalt és fantasztikus túrahely. Ilyenkor Kreisberg, sőt van fönn hütte, amik működik egyébként, és hetente kétszer a felvonó is szokott menni. Viszont térjünk vissza ma is a Cashflow négyszöghöz Kiyosaki könyvéhez, és egy picit tekintsük át, hogy ő miszerint csoportosítja a jövedelmeket, és mit lehet még hozzáfűzni egy-egy csoporthoz. Nyilván az első kategória az A, az alkalmazotté. És erről már sokat beszélünk, nem is biztos, hogy részletesen kell erről beszélni, de az biztos, hogy ez teljes mértékben összevág egy sokkal korábban írt könyvvel, az Earl Nightingale könyvvel, hogyha az ember alkalmazottként dolgozik, és nem tud megfelelő mennyiségű pénzt félretenni és megalapozni a nyugdíját, akkor egyre inkább az lesz, amit a könyvekben olvastunk, hogy nem fog tudni megélni. De Európában egyébként ma jó karriert föl lehet építeni, ha az ember alkalmazott, és ha ügyesen bánik a pénzzel, akár az idős korára is meg tudja tartani az életszínvonalát. De az érzésem van, hogy előbb-utóbb a legtöbb embernek, aki nézi ezt a videót, önnek is, előbb-utóbb el kell hagyni ezt a mezőt. Tehát előbb-utóbb bizonytalanná, nehézkessé válik egy hülye főnökkel, a politikai befolyással, egyebekkel. Ha ön alkalmazott, én ezt nem tartom rossznak, de gondolkozzon azon, hogy mikor és hogyan fog tudni ebből kilépni. És nekem, hogy eszembe jut alkalmazottként, én biztos, ha alkalmazott lennék, igaz, sose voltam, úgyhogy könnyen jár a szám, de ha alkalmazott lennék, akkor mindent megtennék, hogy akár a cégen belül, de akár privátilag is minél többet tudjak megtanulni a vállalkozás nagyon fontos elemeiről, mint a pénzügyekről, a marketingről, a salesről, egyáltalán egy vállalkozás működéséből, és minél vezető pozícióba próbálnék jutni, hogy vezetői tapasztalatot is szerezzek. Mert ha ezekkel a tapasztalatokkal szállok ki a vállalkozói kockába, tehát megyek át az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozó, tehát a C kockába, akkor bizony sokkal nagyobb lesz esélyem arra, hogy sikeres legyek. Tehát én azt gondolom, hogy használja ki, és Kiyosaki ezt ki is mondja, az alkalmazott lét a legjobb arra, hogy tanuljunk valamit. Tehát ha valaki ül egy helyben, egy munkahelyén, és azt mondja, hogy hát megélek, békén hagy a főnök, meg relatív jól keresek, és így tovább, és ha nem érzi, hogy fejlődik, akkor valami baj van, akkor ezen változtatni kell. Az egyéni vállalkozó az Magyarországon nagyon sok ember számára, ugye ez a második kocka, az ilyen kényszervállalkozó. És olyan emberektől is hallom, akik egyébként régóta és nem kicsiben űzik az ipart, hogy kényszervállalkozók, ebből az derül ki számomra, hogy nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek vele, igazából nem önszántakból csinálják, vagy nem is szívesen csinálják. És azt gondolom, hogy előbb-utóbb, akár 40-50 éves korban eljön az időszak, amikor el kell gondolni azon, hogy az életem maradék részét nem akarok onnan foglalkozni, de most utálok. Tehát igazából ki kell ebből is lépni. És ez a helyzet talán azért nagyon előnyös, mert valakinek van már az egyéni vállalkozás, egyáltalán a vállalkozás van tapasztalata, és ez a tapasztalat egy másik szintre való eljutásnál már sokkal könnyebb, mintha alkalmazott létből jön át, ahol a biztonság egy túlságosan is túlértékelt dolog. Úgyhogy egyéni vállalkozás lehet többszöröző hatása egy jó marketinggel, de legtöbbször az egyéni vállalkozó, amit maga megtermel, és maga dolgozik, azt termeli meg. De nem olyan rossz egyébként. Tehát én amikor kijöttem Ausztriába például, én akkor eldöntöttem, sok cégem volt és alkalmazottam is voltak bőven, hogy nem lesz alkalmazottam. És ezt nem mondom, hogy ezt mindig betartom, van olyan cégem, ahol van, de nagyon-nagyon észnél kell lenni a mai világban. A jogok és a közterhek és a költségek miatt, hogy mennyire akarok bevállalni egy alkalmazottat. Tehát az egyéni vállalkozói területén is azt gondolom, nagyon-nagyon sikeres tud lenni az ember. Egyébként ahhoz, hogy megnézzük, még akkor alkalmazottak vannak, ott is egyéni vállalkozó formában dolgoznak a legtöbben, de legtöbbször ez egy személyes sikerrel van kapcsolatban, így nyilván vannak korlátai. Tehát ha én túl akarok lépni majd egy korlátot, akkor nyilván nekem is alkalmazottakra lesz szükségem ezen területen. Aztán a cég, a társas vállalkozás. Hát ez azt gondolom, olyan, mint a tojás, hogy kívül fehér, belül sárga, tehát aki belül van, az nem biztos, hogy annyira rózsásnak látja, viszont aki kívül van, vagy netán alkalmazott, az azt hiszi, hogy ez a kánoán és ez a csoda. Ma azért nem könnyű a társas vállalkozásoknak se, de ami nagyon fontos, hogy innentől lehet sokszorozni, többszörözni a teljesítményt. Innentől lehet
túllépni az ember személyes korlátait. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, a fejlődésnek ez egy elkerülhetetlen foka, míg ha az ember nincs is ott. Ez viszont csomó minden dolgot meg kell tanulnia, például meg kell tanulnia nem csak tudás szintjén, hanem készség szintjén is leadni bizonyos feladatokat, delegálni, erről lesz majd szó a tréningeinken, hogy delegálni tudjon dolgokat, pontosan azért, hogy ne ő hozzáragadjon minden. De ennél nevesen az jár, hogyha delegálok, én szerintem ön is így van, meg a legtöbben így vagyunk, tudjuk, hogy olyan jól úgyse fogják elvégezni, mint mi végeznénk el, de avval is meg kell elégedni. Tehát ez egy ebbe való, ez ebbe a kockába való átlépés is szintén nem egyszerű. És a B, vagy a befektetői kocka, amit ugye Kiyosaki, mint az egyik mondhatni végcélnak, vagy elérendő célnak határoz meg, én ezzel kapcsolatban azért van egy szintén egy csomó ilyen kiegészíteni valom. Én azt szoktam mondani bizonyos ügyfeleknek úgy intelligensen, nem túl megbántva, hogy úgy érzem, hogy nincsen befektetői helyzetben, tehát mondjuk rohadt kevés tőkéje van. Azt látom, hogy nagyon sokan ígérnek, legyen az tréning, legyen az forex és egyebek, és voltam én is ilyen tréningen, ahol ott ülnek 150-en, és 100 embernek napi gondjai vannak, vagy hitele van. Befektetni való pénz abszolút nincs, örül, hogy összeszedte azt a 150 vagy 180 ezer forintot, ami volt 8 évvel ezelőtt egy ilyen tréning. Mi a túróból akar befektetni? Tehát a befektetés azt gondolom egy következő szint. De ami nagyon fontos az egyén és a céges vállalkozónál, tehát társas vállalkozásnál, hogy lehetséges, hogy erre érdemes berendezkedni. Kiyosaki a pénzügyi IQ, tehát a pénzügyi intelligencia című könyvében azt mondja, hogy sokan azt célozzák meg, hogy nyugdíjba vonuljanak már 47 évesen. Azt hiszem Kiyosaki 47 vagy 37 évesen mondta azt elméletben, hogy nyugdíjba vonul. Nyilván nem tette meg. De ezzel azt mondja, hogy az a probléma, hogy mit fog csinálni? Az én igazi játékom, az igazi game, az igazi kihívás és izgalmas játékom az a cég. De erre kérdezték, hogy jó, de hát miért nem megyek golfozni? A golf, hát az egy fölösleges hobbi, amiben unom. Egy idő után unom, tehát meg lehet tudni. Nekem ilyen a vitorlázás. Ha erre kényszerűen egész életemben vitorlázok, akkor ezt tudnám meg. De a cég azt mondja, az az igazi game, az igazi játék, az igazi izgalom. Nem egy filmet megnézni a tévben, hanem saját magam játszam. Ahogy a fociba is lehet nézni, a focit meg csinálni is. Hogy saját magam csinálom. És azt mondja, hülye vagyok én, hogy abba hagyom a legkedvesebb játékomat, egy vállalkozást. És ebbe igaza van. És azt gondolom, ha valaki ma 20-30 évesen elolvasva olyan csodakönyveket, arra vágyik, hogy passzív jövedelem legyen, és semmit ne kell dolgozni, akkor egyrészt az agyi sorvadással számolhat, ha ez tényleg eléri, nehezen fogja elérni egyébként. Másrészt pedig egy fantomot, egy déli bábot kerget, mert nem egy értelmes cél. Az értelmes cél nem a passzív jövedelem az én számomra, hanem az aktív, folyamatos jövedelem. Folyamatos jövedelem. Nem a birtokolni egy nagy számot a bankszámlán, vagy ingatlanba, hanem jövedelmet birtokolni. Folyamatos. Cash flow-t. Pénz folyamot. Pénz mozgást. Ez az egyik, nekem legalábbis az egyik legnagyobb tanulság egyből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa a könyvet, akkor igenis adaptálni kell a saját céljaira, és az ilyen nagyon általános dolgokat le kell hoznia a saját szintjére. De ami nagyon fontos, hogy ez a könyv, ha az ember elolvassa, és tényleg elolvassa, akkor gondolkodásra fogja kényszeríteni. Végre! Egy olyan jó könyv, ami nem csak valami trükköket mond el, hanem szisztematikus gondolkodás, hogy mi a túrót kezdjek el az életemmel. És ha megteszi, hogy megosztja velem, nagyon nagy örömet fog vele okozni, hogy mi az, ami a könyv elolvasásával önnek változást hozott, mi az, ami megváltoztatta az életét. Mert biztos vagyok benne, hogy ha most újra elolvassa, akkor egy újabb változást fog tudni elérni. Az én számomra most, hogy elkezdtem olvasni, és ugye régebben olvastam, sokat tetszett az életemben, utána hallottam meg, olvastam egy-két ilyen kritikát, sőt, amikor én beszéltem egy Kiyosaki a Gazdapapa könyv elemzését, vagy ilyen összefoglalóját föltettem a YouTube-ra, vissza lehet nézni egyébként, akkor sokan elkezdtek vitatkozni, ó, így, még nem is olyan gazdag, még nem is ez, nem is az, nem avaz. A hét szentségét már, hát kritizálni minden hülye tud. Viszont ha az ember most újra elolvas, és én is elkezdtem újra elolvasni, és nyilván a kiegészítő könyveket, tehát az IQ-t és egyéb proféciák és egyébként olvasom hozzá tovább, kvázi mint adalékként. Iszonyatosan mély tudás van benne. Nem kell mindent elfogadni, nem minden működik Magyarországon, nem működnek a saját tőke hitelarányok és így tovább, de iszonyi mély tudás van benne. Tehát ha valaki kritizálja, tegye meg nyugodtan,
De ettől függetlenül változást fog elérni vele az életében. És hát csináljon valamit, amit nem kritizál. Nekem mindig fájó az, hogy nem nekem, csak hogy sajnálom azokat, akik csak kritizálni tudnak. Remélem, hogy építeni tud, nem kritizálni. Azt kell önnek, hogy legyen egy építő. És ez a könyv, a kioszói könyv nagyon sokat fog ebbe segíteni. Nekem segített. És még egy dolog, hogy ez egy tanulási folyamat, ez egy szikra az elején. Ezt az egész tanulási folyamatot hagyjon neki időt, ne 100 évet nyilván, de hagyjon neki időt, hogy megtalálja önmagát, megtalálja a saját gondolatát, hagyjon, hogy fejlődjön a gondolat, hagyjon, hogy a tudatalatti dolgozzon, és folyamatosan impulzusokat gyűjtsön be hozzá. És ehhez fogunk szervezni, még csak előzetesként, és halkan mondom csak önnek, ne adja tovább, vagy ossza meg, mindegy. Szeptemberben lesz egy sikernap. Pont már egyeztettük az Ádámmal, és valahol azról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt pozíciálni, mi lehet a célja. És az egyik ilyen fontos megfogalmazás volt, ami még kristályosodni fog persze, hogy nagyon sok vállalkozó Magyarországon egy zsákutcába jutott. Ő úgy fogalmazta kőkeményen, hogy a vállalkozás a börtönében van. Se kilépni benne nem tud, belőle nem tud, se boldogan élni benne nem tud. És ehhez kellene külső információk, impulzusok, kell egy lökés, egy külső segítség. Sikernap. Ez lesz szeptemberben. Hogy hol és mikor, ez legyen még titok, szervezés alatt van, de egy olyan lökést akarunk adni, amikor az ember na, végre kijön a boxból, kijön a dobozból, és kívülről látva értelmesebb életet kezd el élni. Mert nem lehet annyi csak az élet, amit eddig éltünk, én azt gondolom. Ha önnek nem elég, akkor tartson velünk. Szép napot kívánok, és sok sikert innen Kreisbergbe, egy gyönyörű szép nyári napon. És nem sokára, pár óra múlva pedig az Adrián, holnap reggel pedig kihajózunk. Szép napot és sok sikert!